Több mint 100 dallal pályáztak a fesztiválra, ezek közül választották ki a legjobb 25-öt. Ezeket hallhatja majd a közönség december 8-án. A produkciókban szinte minden zenei stílus megjelenik. A jazztől kezdve a reggaeig, a skáig, a bluesig, rock'n'rollig, popzenéig, minden benne lesz. És több nyelven fognak énekelni, ez egy újdonság, szóval magyar, horvát, szlovén, bolgár, macedón. Ez a érdekes lesz. A 70-es és 80-as években népszerű ifjúsági dalfesztivál célja most is az, hogy kibontakozási lehetőséget biztosítson a fiatal művészeknek. Mint fiatalokról van szó, Szabadkán fognak ismét gyülekezni a fiatalok. Hát ez volt a cél, ugye, ismét együtt a tapasztalatokat egymás között ugye lehet váltani, és barátkozni, zenélni együtt. Fellépni együtt, ez nagyon szép. A nemzetközi összetételű zsűri mellett a közönség is szavaz a neki leginkább tetsző produkcióra. Emellett több külön díjat is kiosztanak. A legjobb előadót, a legsikeresebb együttest is díjazzák. A rendezvény december 8-án este 7 órakor kezdődik Szabadkán a sportcsarnokban. A fesztivál szünetében a Bajagai Instruktori nevű együttes lép fel. Előző nap nosztalgia estet tartanak a Városháza dísztermében.